Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Lárai Nóra, mai beszélgető társam, szia! Szia Csaba, nagyon szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Kicsit megágyazunk ennek a beszélgetésnek. A hallgatók tudják, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok olyan emberrel beszélgettem, akik valamiféle extra teljesítménnyel álltak elő, és olyan helyeken jártak a nagyvilágban, ami kuriózum, vagy nagyon extra helyeken jártak. És... általában férfiakkal beszélgettem, akik magas hegyeket másztak meg, vagy különleges helyeken jártak. Te viszont nőként, vagy lányként? Ahogy szeretnéd. Lányként teljesítettél, vagy teljesítesz olyan dolgokat, ami szerintem embert próbáló. Uh-huh. Én amikor, hát köztünk van szerintem egy jó pár év különbség, amikor én tiniként jöttem A-ból B-be, akkor, és nem volt pénzem mondjuk se buszra, se vonatra, akkor nagyon sokat stoppoltam. De nem tudtam, hogy a stoppolás az ma még működik, ma már vezetek, de nagyon ritkán látok stopposokat. Uh-huh. Te viszont stoppal járod a világot. Így van. De miért? Igazából kalandvágyból, és az emberek nagyon érdekelnek, nagyon érdekes emberekkel lehet találkozni. Igazából az utca mindennapi embereivel tudok beszélgetéseket folytatni, és ez egy nagyon különleges helyzet, amikor ott vagyunk a kocsijában, és olyan szinten meg tud nekem nyílni ez az ember, amilyen megnyílás szerintem senki másnak nem tud megadni, hiszen az biztos, hogy nem fogunk soha többet találkozni. Tehát ez tényleg, ott vagyunk arra az 1, 2, 3, 4, akár 10 órára közösen egy autóban, egy olyan kis buborékban, amiben csak mi vagyunk ketten, nem ismerjük egymást, nincsenek előítéleteink, ott vagyunk teljesen két nyers ember. De ez neked miért jó, hogy meghallgatsz másokat? Mert beleláthatok olyan emberek életébe, aki életébe amúgy nem láthatnék. Tehát például cégvezetőkkel beszélgethetek, mint ember az emberrel. Tehát végre neki is ez egy jó érzés, hogy itt van egy ember, aki nem a cégvezetőt és az erős vezetőt látja benne, hanem tényleg meg tud nyílni, mint ember, és el tudja mondani a problémáit, akár is a nehézségeit. Ez visszatérő kérdésem lesz, hogy oké, ezt értem, de neked ez erre miért van szükséged? Tehát, hogy te anyagot gyűjtesz ehhez, vagy egyszerűen ettől te több leszel, vagy miért fontos neked az, hogy ott megnyílnak előtted, és elmondják az életüket? Érdekelnek az emberek. Ez mondjuk olyan, lehetnél riporter is. Akár, igazából. De hát ezek a beszélgetések nyilván ezek ott maradnak az autóban, tehát ezeket nem rögzíted, nem viszed tovább. Nem, egyáltalán nem, viszont nagyon sokat tanulok belőlük. De mondj egy példát, hogy mit lehet abból tanulni, hogy mondjuk megáll egy kamionos, felvesz, és mesél az életéről. Hogy leszel ettől te több? Mit tanulsz belőle? A kamionosok pont nagyon érdekesek, mivel azért elég sok sztereotípia van róluk szerintem, így mint kamionosokról, főleg az, hogy egy fiatal lány beszáll egy kamionba, ez sokaknál kiverik a biztosítékot. Teljesen megértem, hogy miért. Viszont nagyon-nagyon érdekes emberek ezek a kamionosok, hogyha így beszélhetek róluk, persze, mint egy csoport. Hiszen tényleg ott autóznak egyedül a hétből 6 napon, és gyakorlatilag ezt az időt egyedül töltik, csak járják az utakat, és hát nincs is kivel beszélgetniük. Viszont tényleg olyan érdekes történeteik vannak, akár mondjuk voltam menekült válság, és akkor is meséltek történeteket, akkor is sokat stoppoltam, hogy például, hogy másztak be menekültek a kamionba, és hogy aztán hogy lett ebből a határon egy hatalmas nagy botrány. És ők a munkájukról mesélnek, általában most nem kamionosok, hanem általában akik felvesznek, azok a munkájukról, az életükről, miről mesélnek szívesen az emberek? Főleg az életükről, a magánéletükről. De kérdezed őket, vagy megnyílnak, és hogy maguktól mondják? Most így furcsa is nekem, hogy én vagyok itt a kérdezett személy, mert általában én vagyok így a riporter, és én kérdezem őket. Akár tényleg az ő életükről, akár pedig a térségről, hogyha például egy olyan helyen stoppolok, hiszen azért az ember, aki ott él, egy lokál ember, sokkal többet tud nekem tanítani az aktuális helyzetről, hogy ott a térségben mi van, és hát ugye nagyon sok olyan hírt kapunk a médiából, ami hát azért az ember így elgondolkodik rajta, hogy ez azért nem biztos, hogy így van. Hát figyelj, az biztos, hogy szűrni kell. Az biztos, hogy szűrni kell, igen. Ma már sajnos, ami eljut hozzánk, azok vagy ki vannak színezve, vagy valakinek az érdekei szerint vannak elmesélve a bizonyos információk. Teljesen más? Van valóság alapja általában, valamennyi százalék, van, hogy 1%, van, hogy 50%,
de azért nagyon más az, amit a politika közvetít, és nagyon-nagyon más a mindennapi ember, és ezt nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy ezt a kettőt nagyon ketté kell választani. Tehát, hogyha például valaki fél egy adott népcsoporttól, fél egy adott régiótól, akkor én azért mindig úgy vagyok vele, hogy ott a vezetőségtől, vagy a hatalomtól, vagy a politikától félünk, és hogyha megismerjük az ottani embereket, ugyanúgy élik az életünket, mint mi. Ha már itt tartunk, és kimondtad a politika szót, a politika mennyire kerül szóba ezeken a beszélgetéseken? Hány percnek kell eltennie, hogy a nagyon politika változó. Szóba kerüljön? Van, akinek mínusz egy perc, valaki pedig nem szívesen hozza szóba. Várójai Nórával beszélgetek, általában szeretek olyan emberekkel beszélgetni, akik mondjuk nem celebek, nem híresek, viszont valamit letettek az asztalra, ami miatt érdekesek számomra, és te is egy ilyen vagy. És hát most itt ülsz velem szemben, nem tudnám megtippelni a korod, meg hát ugye hölgyekkel szemben nem is illendő rákérdezni. De azt gondolom, hogy te egy ránézésre még nem vagy 20 éves. Igen, van, aki 12-nek tippel. Hát és 12-nél ez... talán több lesz, de azt gondolom, hogy ilyen 18 és 20 között lehetsz. Még rádobsz 6-ot, 8-ot, és akkor eltalálod az igazságot. 26 vagyok. 26. Így van. Nem nézel ki annyinak abszolút. Igen, viszont, tudom. Viszont pont ezért gondoltam, hogy beszéljünk a bizalomról. Olvastam rólad, hogy te egy művész családba születtél, te vagy a legkisebb gyerek. És el nem tudom képzelni azt, hogy a szülők ugye mindenféle félelem nélkül azt mondják neked, hogy persze Nórikám, menj csak! Hát nem is csak így a nagy világba. Persze, láss világot! Így van, nyilván nem így történt. Az is egy segítő tényező, hogy én már a 7. gyerek vagyok, és előttem már 6 gyerek azért csinált mindenfélét. Ja, értem. Lehet, hogy egy... Hál' Istennek a Nórika csak stoppol. Igen. Ez már nem is újdonság, de azért ez mondjuk kivételesen újdonság volt így a családban, de hogy azért nem egy első gyerek vagyok, akinek még így nagyon... Nagyon meg kell felelni így a szülői elvárásoknak. Jó, de itt a legkisebbet viszont mindig jobban féltik, vagy nem? Részben igen. De ennek megvan igazából az az oldala is, hogy talán így több szabadságot kapok, vagy így éreztem legalábbis. Akkor viszont menjünk vissza a legelejére. Honnan jött neked az ötlet, hogy te fogod magad, kiállsz az útszélére és toppolsz? És mikor? Alapból 19 éves voltam, amikor először egy ilyen viszonylag furcsa év után így azt éreztem, hogy most itt kell hagynom mindent, az országot, és kitaláltam, hogy Olaszországban fogok farmokon élni, így a világ végén. És hát akkor ezt igazából így meg is léptem ezt a lépést, és az volt egy ilyen nagyon-nagyon life-changing tapasztalat, mert tényleg kiutaztam egyedül, addig azért viszonylagos buborékban értem. Nem stoppal. Ez még egyáltalán nem stoppal, ez még egy szimpla utazás volt. De azzal a céllal mentél ki Olaszországba, hogy te ott maradsz és farmokon fogsz élni? Hát így ezért átmeneti időszaknak gondoltad, vagy örökre? Határozatlan ideig. Ja, igazából elég így intuitívan élem az életemet, úgyhogy ha megkérdezik, hogy ezt miért csináltam, azt miért csináltam, akkor általában az a válaszom rá, hogy mert azt éreztem. De minek tanultál egyébként, megint akkor visszamegyünk az időbe? Tehát, hogy miért vonzott téged a tanya, és miért pont Olaszországban? Tehát mi a te végzettséged? Most végeztem kertészmérnökként, de csak később jött, mint igen. A... Hát 19 évesen gondolom, akkor egy érettségi volt. Egy érettségi, vagyis sok érettségi, mert aztán ráhúztam még egy évet, mert rájöttem így a rebellis éveim után, hogy... Rebellis éveid is voltak? Voltak, azért voltak. Lesz mit az akkor megbeszélni. Igen, voltak. És utána rájöttem, hogy tényleg történt egy ilyen páli fordulat, és akkor elhatároztam, hogy én az embereken akarok segíteni, és orvos leszek, mint édesapám. És akkor egy éven betelt, hogy felkészüljek az emelt bioszra, emelt kémiára. Nyilván a nulláról indulok, mivel hogy a gimnáziumi éveimet mással töltöttem, főként gitározással, nem kell túl sok rosszra gondolni. És akkor ez az év elég nagy remetességben telt, éjjel-nappal tanultam, tényleg beállt valami, nem tudom, megszállt a Szentlélek, vagy történt velem valami, és sikerrel le is tettem az érettséget, viszont a végére mentálisan annyira szétcsúsztam, hogy úgy éreztem, hogy ennek itt a vége. És hogy ez itt tök jó, hogy ezt megmutattam magamnak, hogy nem vagyok hülye, meg a tanáraimnak. Viszont nekem más az utam. És akkor ilyenkor jött az ötlet, hogy én most el akarok szökni minden elől, és kiköltözöm egy tanyára. És akkor ezt meg is tettem, és ott igazából... Ezt értem, a tanyát. Sokunknak van ilyen gondolata, sokan nem lépjük meg, csak gondolunk rá, milyen jó lenne egy tanyán, az emberekkel támogatni. De miért pont Olaszország? Hát hány tanya van Magyarországon, vagy közelebb, mint Olaszország? Csak úgy.
Mi vonzott Olaszországba? Én azt hiszem, hogy alapból a külföld, meg a hangulat, meg mivel amikor az ember úgy nincsen annyira jól így lelkileg, akkor egy olyan ország után vágyakozik, ahol azt látja, hogy az emberek életvidámak, és tudna tőlük. Ezt megértem, maximálisan. Tőlük tanulni, így van. De és akkor hova mentél? Igazából északon kezdtem, és végigutaztam az egész országot, Szicíliában végeztem, ez egy 3 hónapos út volt. De azt már stoppal? Nem stoppal. Ez még mindig nem stopp. Még mindig nem Csak stopp. Igazából ezt azért hoztam fel, hogy itt éreztem meg azt először, hogy itt tényleg a magam ura vagyok, szabad vagyok, és hogy a világ nem olyan, mint ami ilyennek eddig hittem. Na de várjál, hogy képzeljük el, hogy megérkezel Észak-Olaszországba, leszállsz, mivel mentél? Repülővel? Repsivel, igen. Repülővel, gondolom, akkor Milánóba mentél. Milánó, ha mindent tudsz. Hát Észak-Olaszországban olyan sok reptér nincs. Igen, Viktor, igen. És akkor elindultál vidékre, hogy keresek egy tanyát? Tehát egy tanyával már előre lebeszéltem. Ja, értem. Így van. 3 fiatal vezette, és szeretettel várt. És őket gondolom az interneten megtaláltad. Ez így van. Mondtad, hogy te odamész. Így van. És mi volt a feladatod, hogy mit csináltál ott? Hogy... Na mindenféle zöldségeket termesztettünk, voltak kecskék, voltak más állatok, de főleg a zöldségtermesztés, befőzés, meg volt egy bed and breakfast, ott az embereknek felszolgálni. Ja, mert hogy ez egy olyan tanya, ahol mondjuk van vendéglátás így van, is. Így van, így van. Magyarországon hasonlóban volt részed? Magyarországon előtte? Nem. Nem. Nem tudtad, hogy mi az, hogy zöldségtermesztés, mi az, hogy embereket kiszolgálni. Ja, már mint hogy zöldségtermesztésben abban volt, itthon mindig volt néhány négyzetméteres kicsi kert. Ja, ilyen családi. Ilyen kis családi, csak szórakozás. De kecskéket nem fejtél itthon. Kecskéket nem fejtem. Aha. És ott Olaszországba kellett? A fejni az se kellett. Uh-huh. Csak nézni őket. Nem, ez igazából nem a munka része volt, a növényekkel volt a munka. Aha. De és akkor meddig maradtál ott? Vagy mi volt a deal, hogy neked mi lesz ott az utad? Innentől igazából itt teljesen rám volt bízva. Az én fejemben az volt, hogy majd akkor, hogyha azt érzem, akkor tovább megyek, és akkor tovább mentem, aztán... De te ezért kaptál fizetést, az neked cél volt, hogy te ott mondjuk pénzt keres, hogy meggazdagodj? Vagy... Ez egy önkéntes program. Úgyhogy szállásért és ételért cserébe én ott dolgoztam. És a szállásnak a komfortja az megfelelő volt számodra? Jaj, abszolút, persze. Három fiatal vitte az egész farmot, és ők laktak ott egy ilyen hatalmas nagy házban, bérelték. És egy 7 gyerekes családból érkezve szerintem. Hát igen, mind 90 négyzetméteren nőttünk fel heten, úgyhogy így ott azért tényleg egymás egyén hátán voltunk. És egyébként hol nőttél fel? A fővárosban? Pesti vagy? Igen. Itt nem messze. Ahhoz képest elmenni egy olasz tanyára, azért más levegő fogadott, gondolom. Más, igen. Más. Várolyai Nóra, a vendégem, érdekes ez a sztori, amiben te benne voltál, benne vagy még? Abszolút. Abszolút. Mert hogy elindultál 19 évesen a nagyvilágba, először Olaszországban, mondtad, hogy végigjártad egész Olaszországot, ez azért volt, mert nem bírtál sehol megmaradni, vagy az volt a cél, hogy tényleg az egész országot felfedezd? Ez volt a célom, hogy azt csináljam, amihez éppen kedvem van. És végig mindenhol, ahogy haladtál Olaszországban egyre inkább délfelé, mindenhol tanyákon dolgoztál? Így van, dolgoztál, így, van így van. Valamikor ez nem jött össze, voltak ilyen furcsa tapasztalatok, és akkor például egy ismerősömnek az ismerőséhez eljutottam, és akkor ő szerzett valaki, egy tanár ismerősét, akinél tudtam lakni, és akkor nála voltam 3 hétig, és ott még valami munkát is kaptam, tehát ott egy picit fizettek is. Úgyhogy így ez igazából tényleg olyan, hogy az ember egyszer elkezdi, aztán így történnek vele a dolgok. Olaszul beszéltél, miért ott neki indultál? Nem, egyáltalán nem, sőt angolul is nagyon-nagyon gyengén, úgyhogy ez azóta is egy nagyon nevetek magamon, hogy ezt így hogy tudtam. Hát igazából volt egy magyar nyelvtudásod? Egy nagyon stabil magyar nyelvtudásom. Kicsi angol talán? Egy nagyon pici, igen. És így neki indultál a világnak? Így van. De végül is adtak enni, adtak szállást. Igen, úgyhogy igazából akkor is stabil helyen voltam. Ja. Akkor még nem az volt, hogy minden nap más erdőben alszom. Engem érdekelnek ilyen apró részletek. Ha van olyan, amire azt mondod, hogy figyelj, erről nem akarok beszélni, akkor nyugodtan azt, hogy figyelj, erről nem akarok beszélni. Jól van. Hogy amikor nekiindulsz egy ilyennek, akkor a szülők azt mondják, hogy oké, kislányom, akkor itt van, adunk neked, nem tudom, 100 eurót, az boldogulj, ahogy tudsz. Tehát, hogy egyáltalán hogy indultál neki? Volt valamennyi zseppénzed, volt egy bankkártyád, amire nem tudom, ilyen végtelen összeg volt, hogy bárhonnan haza tud jönni? Ne, végtelen összeg nem volt.
ám nagyon sokat utcazenéltem gimnázium éveim alatt, nővéremmel itt a itt a Deák Ferenc-tér környékén állandóan kint voltunk az utcákon, és ott nagyon jól kerestünk így a zenélésből. Tehát volt megtakarított pénz? Abszolút, persze, persze, persze. Úgyhogy igazából ezt forgattam most ebbe bele, és azért egy ilyen út, hogyha az ember önkénteskedik, nem kerül nagyon sokba. Nyilván nem luxus szállodákban aludtál. Nem, nem, hát kint aludtam a köcskék mellett. Nem, ezt csak úgy mondom. És én bármit elhiszek, te tudnád velem. Jó, tehát akkor igazából anyagilag nem volt megterhelő számodra az, nem, nem, hogy végigutaztál Olaszországon. Nem. Miért lett vége az olasz túrának? Mert így úgy érzeztem, hogy így kész vagyok. És akkor kész onnan haza? Onnan haza, és ott pedig jött egy kis vendéglátós időszak. De akkor itthon dolgoztál vendéglátósként. Így van, így van, így van. És aztán mikor volt az első pillanat, amikor azt mondtad, hogy nem, hogy kiállok az útszélére, és kirakom a kezem? Na, akkor elmondom ezt is. Na, tessék. A vendéglátós időszaknak vége, megint kiutazom megint Olaszországba. Egy táborban kezdtem itt, szintén ilyen más utazókkal volt együtt ez a tábor, 4-5 nap, Nápoly környékén, és ott találkoztam egy finn lánnyal, pontosan ugyanúgy néz ki, mint én, nagyon hasonlóban is vagyunk, nagyon jó, nagyon gyorsan egymásra is találtunk. És akkor ő is úgy volt vele, hogy szabad a nyara, én is úgy voltam vele, hogy szabad a nyaram, én mondtam neki, hogy tökre szívesen stoppolnék, ő mondta, hogy ő is tökre szívesen stoppolna. De úgy, hogy előtte sosem stoppoltál? Úgy, hogy előtte sosem, igen, igen. Úgyhogy igazából ott kicsit azt hiszem kimentünk nyilván a városból, mert városból lehetetlenség kistoppolni, aztán kitettük a kezünket és mentünk amerre. Amerre vittek, ez még egy ilyen tehát út volt. Tehát nem is volt cél? Tehát, hogy nem. Aki felvesz és megy valahova, oda megyünk mi is? Igen, igen, igen. Van igazából két verziója, két fajtája a stoppolásnak. Egyik az, hogy az ember nagyon szépen megtervezi, hogy pontosan merre akar menni, és akkor szinte ilyen public transportként használja az autókat. És van az, amikor tényleg egyszerűen csak kiáll, és arra megy, amerre viszik. És mind a kettőnek megvan a szépsége. Tehát nem az van, hogy aki az autót vezeti, kérdezi meg tőletek, hogy merre mentek, hanem ti kérdezitek meg tőle, hogy... Igen, és azért nekem is valamit mondanom kell. Aha. Tehát legalább egy irányt. Aha. Hogy ne legyen az, hogy mondok valamit, és ő azt mondja, hogy ő nem arra megy. De általában én kérdezem meg, és akkor utána mondom, hogy igazából én is valamit arra, ahova oda megyek. Ja, értem. És... jó tapasztalatok voltak nyilván, mert hogy... Még mindig itt vagyok. Igen. Szintén mondhatom azt, hogy szinte csak jó. Na de meddig tartott az első időszak a norvég lánnyal? Meddig mentetek? Hol mentetek? Vele igazából az volt a szerencsém, hogy ő is viszonylag így stabilan állt a saját lábán, és nagyon sokszor csináltuk azt, hogy együtt mentünk egy darabig, utána ő is ment a saját útján, én is mentem a saját útamon, aztán megint találkoztunk, megint szétváltunk, megint találkoztunk, megint szétváltunk. Úgyhogy igazából ez a nyár ez így telt, hogy én is stoppoltam egyedül, ő is ment egyedül, és néha meg közösen. És ez is Olaszország, meg egyszer tettem egy körutat még Európa más 6-8 országába. És erre ráment az a nyár? Erre, hát ráment, mondhatjuk ilyen csúnyán. Hát eltelt ez a nyár, így mondtad, hogy volt egy szabad nyarad, akkor tudnék, mert ezt a szabad nyarat erre használtad. Ezt erre használtam, pontosan. De a szabad nyár az azért volt, mert utána kellett már hazajönni iskola, munka miatt? Hát igen, elvileg kezdtem egy egyetemet, amit el is kezdtem, de aztán hamar vége lett. Gondolom a szülők nagy örömére. Igazából nem annyira bánták, teljesen megértették. Viszonylag most már így nagyon lazák a szüleim. Nem tudom, hogy régebben az idősebb tesóimmal milyenek voltak. Szerintem akkor is azért lazábbak, de hát most meg már nagyon. És meg én is csodálkozom. A legidősebb tesód és közted mekkora különbség? 21 év. 21 év. Hát akkor nyilván tapasztaltak a szülők. Persze, persze, persze. És a 7 gyerek nemi eloszlása hogy van? 4 lány, 3 fiú. Hát én voltam a döntő. Hát akkor igen, akkor már volt tapasztalat bőven a szülőknél, tehát téged volt. Már nem kellett félteni. És mindig tudták, hogy merre vagy, neked mindig be kellett jelentkezni, akár napi szinten, hogy most éppen itt vagyok, erre járok. Most már bejelentkezem, most már így egy picit érettebb fejjel. Régebben erre még így húztam a számot, de ezt most már én is tényleg abszolút teljesen megértem, és már én is várom, hogyha majd lesz egy lányom, 18 éves, szőke, kékszemű, akkor majd ugyanígy neki akar menni a világnak, és én is szeretném azért nyilván tudni legalább, hogy kb. Hol van. Úgyhogy most, hogyha már megyek bárhova, akkor minden nap egy bejelentkezés az van. És amikor így elindultál Olaszországba, és aztán erre az európai túrára, akkor írtál naplót, vagy jegyzeteltél, hogy miket láttál, merre jártál, milyen városokat érintettél? Akkor így egy keveset, most már viszont nagyon sokat írok. Tehát most a legutóbbi utamon, mert most ez egy nagy ugrás lesz, sok év, igen. És egy kontinens, vagyis nem igazából ugyanaz a kontinens. Most, amikor Ázsiában voltam egy hónapot, most végig írtam. Meg már a közel-keleti utakat is végig írtam. És írsz, vagy inkább ilyen videó? Írok, nagyon írsz. Szeretek írni, igen.
De jó. Bár olyan Nórával beszélgetünk, hihetetlen ez a sztori, amiben benne vagy. Kicsit irigyellek, megmondom őszintén. Mert hogy ez egy jó dolog, az ember azt érzi, hogy, hogy szabadon megtehet bármit. De egy idő után azért csak elfogy az a pénz, amit te összegitároztál. Akkor el kell menni dolgozni. Ha éppen valahol voltál és elfogyott a pénzed, akkor, akkor munkát vállaltál? Nem. Ilyen szerencsére nem volt, igazából nagyon-nagyon alacsony összegből utazom mindig, vagyis most már azért talán egy picit többből, de hát amikor azért stoppal az ember, meg vadkempingezik, kínálszik a semmi közepén, hát akkor mire kell fizetni kajára? De azt pedig itthon is költenék, tehát igazából annyit költök általában, mint amennyit itthon is költenék. És vadkempingezel? Vadkempingezel. És mindig van nálad egy sátor, vagy ez egy hálózsák? Ez összvisz egy hálózsák. Ez annyira vad, hogy ez csak egy hálózsák. Mondom, hogy beszélünk a bizalomról, és a szülők kapcsán kérdeztem is a bizalmat. Viszont az tehát benned kell, hogy legyen egy ilyen baromi nagy bizalom az emberek felé, hogy, hogy bárhova beülhetek, és hogy bárhol lehúnyhatom a szemem. Uh-huh. Én egyszer kipróbáltam, megpróbáltam megtudni azt, hogy milyen a hajléktalanok élete, és itt a fővárosban egy téli éjszaka kinn aludtam. És én nagyon nehezen tudtam elaludni, mert hogy az egy dolog, hogy, hogy tele van emberekkel, meg jönnek, mennek, most is hallom, hogy szirénázik a mentő, akkor is szirénázott, de hogy milyen állatok jönnek, mennek ott a, az ember feje körül. Te tudsz bárhol elaludni bizalommal, hogy, hogy végig tudod aludni az éjszakát? Amikor sokat csinálom, akkor igen, hozzá lehet szokni, abszolút, de állatos sztoriaim vannak bőven. Na. Minden úthoz kapcsolódik egy állat kb. Na, akkor mesélj. A legdurvábbat meséljem. A legdurvábbat meséljem el. Hol történt? Észak-Spanyolország, jártam a Caminót, a portugál részét, gyönyörű út itt az óceánparton. De ott gyalogolni kell, nem kell stoppolni. Ott gyalogolni, gyalogos is jó. Stopposat is szívesen mesélek. De most állatos legyen. Jó. Szabadban. Ez nem is alváshoz kapcsolódik. Ja. De ha szeretnél alváshoz kapcsolódni, akkor elmesélem minden, az alváshoz. Minden, nagyon-nagyon sok. Na minden, meséld a legdurvább állatos sztorit. Jó, elmesélem. És utolsó napja volt a Caminónak. Előző este pont történt egy ilyen nagyon erős, ilyen... egy ilyen lelki valami átfordulás, és valami nagyon furcsa hangulatban voltam már aznap reggel, és hogy elérjem a repülőmet, mert Santiago-ból valami délben, vagy egykor indult, még volt hátra 14-5-6-7-8 kilométer, nem emlékszem pontosan. Viszonylag korán el kellett indulnom, és télen volt, és mert a spanyol teleken ott azért mondjuk 8-9-kor kezd világosodni reggel, de hát én nyilván elindulok reggel 6-kor, hogy odaérjek a géphez, és hát megyek szépen a koromsötét erdőben, köd, itt hideg van, kicsit esik az eső, hajnali szellők, átmegyek tényleg ilyen erdős részeken, minden kicsit nyírkos, minden nedves, már alapból megvolt az embernek egy ilyen hangulat, és sehol senki, nyilván egyedül vagyok. És hát egy fejlámpával mentem, hogy azért lássak valamit, mert koromsötét volt, és egyszer csak megpillantottam ebbe az alapból furcsa hangulatba egy ilyen nagy-nagy zöld szempárt így velem szemben az úton. És hát nyilvánvalóan egy állatnak visszacsillan a szeme, és már voltak is amúgy ilyen tapasztalataim hazai erdőkben, azok se voltak azért is stresszmentesek, de itt azért alapból tényleg egy ilyen furcsa hangulatban ez úgy még extra volt. És hát akkor igazából nem nagyon tudtam mit csinálni, hát előre kellett mennem, nekem az volt az utam, nem akartam megfordulni, hogy akkor majd, mert azt gondoltam, hogy akkor majd zsákmánynak néz, és akkor majd utánam jön, és nem is tudom mi volt, de baromi magas volt, úgyhogy ez először így is pillant. Csak a szem, nem, semmi, csak egy nagy zöld szempár, azóta is néha vannak álmaim ezzel. És... A hegyi ember, a Yeti. Hát valami olyasmi volt. Először meg is fordult a fejemben, hogy hát ilyen, aztán láttam, hogy a hegyes fülei voltak, amikor közelebb mentem. Tehát először meg is fordult a fejemben, hogy ez egy ember. Tehát aztán rájöttem, hogy azért embernek nem csillan így vissza a szeme. Úgyhogy az egyetlen megoldásom az volt, hogy megyek felé egyenesen, és ami igazából itt megijesztett a dologban, hogy az állat az nem mozdult el. Pedig csináltam ilyen tapsoltam, meg így kiáltottam, és hogy egyáltalán nem akart elmozdulni. És hát tudom, hogy ha vadállatról volt szó, akkor ő elmozdul, elfut, hogyha pedig kóborkutya, akkor pedig általában hozzám odafut. De az állat nem mozdul, csak így bámult így, teljesen szoborszerűen. És hát megyek hozzá egyre közelebb, én már itt teljesen átalakul a belső világom, pumpálja ezerrel a szívem a vért, érzem, hogy most így bármire képes leszek.
És aztán már, amikor egészen tényleg nagyon közel voltam hozzá, már láttam tényleg, hogy ilyen farkas-szerű fülei voltak, tehát szerintem valami kutyaféle volt, ott amúgy vannak farkasok, úgyhogy így ezt tippeltem. Akkor így hirtelen beugrott egy fa mögé, de akkor se szaladt el, hanem csak így tovább figyeltem. Úgyhogy akkor ott volt azért egy ilyen nagyon érdekes állapot, amikor ott egy méterre el kellett tőle mennem, úgyhogy csak így tényleg csak így figyelt. De bátor csaj vagy. Hát itt van igazából ott nincs mit voltál? Tenni. Egyedül. Igen, meg hát ilyen helyzetekben igazából nem kifizetődő a félelem. Hát jó, csak gondolom ezt a tapasztalat szüli, hogy... Abszolút, igen. Hát ott igazából tényleg nincsen nagyon más lehetőséget, csak... De az, hogy utólag elmeséled, és ez a legdurvább, ezek szerint valamiféle félelem mégiscsak volt benned. Hát csak abszolút. Ott ezt neki nem mutattad. Aha. Persze. Ott azért így azt éreztem, hogy így megszűnt a fizikai testem, és csak így repülök. És én, ha nem veszed elő a telefonot, hogy lefotózod, hogy el tudd aztán mesélni. Ilyenkor az az érdekes, hogy átkerülök egy olyan állapotba, amiben így ez a világ az így nincsen jelen. Tehát annyira 100%-os koncentráltságba és fókuszba kerülök, ami amúgy egy nagyon-nagyon csodálatos állapot. És erről jut eszembe, a mobiltelefon az van nálad? Ha vadkemping ezzel, hol töltöd? Hát nem használom nagyon, úgyhogy így sokáig bírja, de azért egy ilyen kis egyszerű töltésre alkalmas powerbank az mindig van nálam. És akkor azt hol töltöd? Igen. Ugye? Powerbank is lemerül. Az is lemerül. Akár autókban, hogyha stoppolok, hogyha pedig esetleg megszállok egyszer-egyszer hostelben, akkor ott jól mindent föltöltök, mert azért elég fárasztó az ilyen típusú utazás, úgyhogy néha muszáj megaludni egy normális helyen, aminek van négy fala, van teteje, és senki se fog rámugatni az éjjel. Amikor így nekiindulsz, és most mondtad, hogy például Santiago-ban volt egy repülőút, amit el akartál érni, hogy azt mindig megtervezed, hogy meddig maradsz? Mert azt mondtad, hogy az utakat nem feltétlenül tervezed mindig, de a végét, a dátum szerint azt mindig megtervezed? Nem, szerintem így 50-50, kb. Eddig a fele utazást azt így megterveztem, a másik felét azt meg csak egy irányú repjegyet vettem aztán. Várajai Nórával beszélgetünk, az egyik legdurvább, amit én veled kapcsolatban olvastam, hogy te elmentél olyan helyekre stoppolni, ahol nőként eleve azt mondják, hogy nem annyira jó létezni. Tehát, hogy nem bánnak úgy a nőkkel, ahogy azt mondjuk mi itt Európában gondoljuk, hogy helyén való. Tehát elmentél az arab világba, egy olyan országba, ahonnan tényleg jönnek hírek, hogy nem bánnak jól a nőkkel, még az ott élőkkel sem, nem hogy az idegenekkel. Minek mész ilyen helyre? Ez a legjobb kérdés, amit így megkapok, így van. A rövid válaszom erre az, hogy számomra így a Közel-Kelet a világ legérdekesebb régiója, baromira érdekel, és nagyon sok hírt kapunk a médiában a térségről, és amikor egy ennyire szélsőségesen stigmázott területről van szó, akkor én mindig nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy okés, de hogy így a mindennapi ember ebben hol szerepel. És oda is úgy gondoltad, hogy akkor legjobban úgy lehet megismerni ezt az országot, meg az ottani embereket, ha stoppolsz. Abszolút, igen. Igen. És azt ilyenkor utána nézel, hogy ott van-e ennek kultúrája a stoppolásnak? Hát ott nagyon utána néztünk, mivel hogy így nem voltak nagyon erről infóink, hiszen az ország az pont akkor nyitott ki. Zárt ország volt évtizedeken keresztül Szaúd-Arábia. Tehát nem lehetett turistaként beutazni. Ez igen, specifikusan Szaúd-Arábia, és kinyitott 2019-ben, és akkor én úgy voltam vele, hogy oké, elsőnek kell lenni, aki beutazik és elcsapolja az országot, úgyhogy szóltam egy kedves utazótársamnak, megírtam neki e-mailben, hogy szeretne esetleg egy ilyen kört járni velem, és 20 percen belül jött vissza a válasz, hogy hogyne, úgyhogy le is mentünk, megvacsiztunk, aztán meg is beszéltük, lefixáltuk a dolgokat, és igazából itt el volt döntve az, hogy kimegyünk. Tehát ide azért egyedül nem mertél volna, vagy nem lehetett, mert azt tudom, hogy ez az utazó társad mindenhol idézőjelbe rakják, és így írnak erről, hogy a férjed. Így van. Tehát azt kellett játszani, hogy ti férj és feleség vagytok? Az volt a helyzet, hogy igazából nem tudtunk semmit az országról. Uh-huh. Vagyis azt tudtuk, hogy tényleg zárt ország évtizedek óta, a nőiket azokat... Nőikkel erőszakosan bánnak, nyilvános kivégzések vannak, borzasztóan gazdag a királyi család, az egész egy nagy sivatag, csak az olajból élnek. És hát egy ilyen országban azért talán nem, hát én úgy érzem, hogy nem is lehetett volna akkor így nagyon egyedül nőként beutazni, főleg nem stoppolni, és ez utána meg is kaptuk igazából erre a választ, hogy tényleg nem volt
ez akkor lehetséges. Most így sorjáznak a fejemben ezek a sorozatok, filmek, regények, amik arról szólnak, hogy az onnan érkező, Európába érkező arab férfiak, akik elvesznek európai nőket, és aztán hazaviszik, azok szegény nők hogy végzik. Uh-huh. Nyilván te is olvastál, meg láttál. Abszolút, a filmeket. Persze, persze. És ezek persze. után oda merészkedsz. Hát pláne ezért. Pont ezért, így van. Pont ezért. És tényleg nagyon kettős így az ottani élményeim, azok így nagyon kettősek. Mert egyrészt nyilván ott van ez az oldal, ami az, amit így mindenki gondol, hogy vannak erőszakos cselekedetek, de tényleg egy kicsit brutális. De ez a te szemed előtt is lejátszódott? Tehát, hogy te ebbe beleláttál idegenként? Picit bele lehetett látni, igen. Tehát azért találkoztunk annyira konzervatív férfiakkal, akik azért meséltek nagyon cifrákat. Aha. Úgyhogy az azért durva volt, viszont a másik részét is nagyon szeretném kiemelni, hiszen más részről pedig baromi nagyot csalódtunk pozitívan, mert ilyen kedves emberekkel, mint a szaúdiak, sosem találkoztam. Már mindent meg akartak nekünk adni, és annyira kedvesek voltak. És a stoppolási kultúra ott milyen? Nem igazán volt, fogalmuk se volt, hogy így mit csinálunk. Én ráadásul tradicionális öltözetben voltam, úgyhogy szerintem pláne nem értették, szerintem még fehéret se láttak. Hogy egy fekete abaja. Aha. Ez a mindent eltakaró fekete. Tehát úgy néztél sem, mint egy arab nő? Hát azért, ha ránéztek a kis fehér pofimra, akkor nem igazán. Ja, mert az kilátszott. Az kilátszott, aha. Igen. Úgyhogy ez volt egy árulkodó jel, de igazából amikor csak így az útszélén láttak minket, akkor hihettek volna arabnak, a Marci azért elmenne arabnak. És akkor így beültetek egy autóba, és ott egyből mindenkivel tudtatok társalogni, tehát ők is beszéltek angolul, ti is beszéltetek angolul, vagy ott fel kellett jobban készülni a helyi nyelvre? Változó volt, aki beszélt angolul, volt, aki kevésbé, viszont annyira örültek nekünk, mert szerintem tényleg még fehéret se láttak nagyon sokan, hiszen tényleg zárva volt az ország, szerintem még sokan azt se tudták, hogy most már bejöhetnek turisták. Úgyhogy így annyira örültek nekünk, hogy így gyakorlatilag nekik így kb. Nem is volt végcéljuk, az volt a végcéljuk, hogy így minket csak így körbevigyenek a térségbe, vagy elvigyenek oda, ahova mi szeretnénk. És azt ti tudtátok, hogy hova szeretnétek? Tehát ott itt nagyon meg volt, igen, tehát itt meg volt az, hogy így három hetünk van összesen, és ez alatt az arab félszigetet így bejártuk. Ez egy 7000 kilométeres út volt, és itt konkrétan a térképen előre berajzoltuk. 7000 kilométert tettetek meg stoppal. Autostoppal, így van. És ott is nyilván ugyanúgy mindenféle autók, kamionok, teherautók. Mindenféle. Uh-huh. Mindenféle. És mindegyikkel utaztatok is. Igen. Találkoztatok mindenki. Női sofőrrel? Egy darabbal. Na. De azt, de várjál, nem, az még Ománban volt. Uh-huh. Azt is útba ejtettük, Ománt, az ugye ott van hozzá. Ja, hogy úgy érkeztetek Szaúd-Arábiába, hogy előtte már voltatok Ománban. Igen, aha. Az Egyesült Arab Emírségekbe kezdtük, még akkor aha. Nem voltak ilyen 6000-es direkt járatok Budapest aha. és Dzsidda között. Úgyhogy Egyesült Arab Emírségek, aztán egy kis Omán, aztán vissza az Emirátusok, aztán Szaúdi, aztán Jordánia, Izrael, aztán haza Bécsbe és Budapestre. Hát ez így volt 7000, tehát nem Szaúd-Arábián belül volt 7000 kilométer. Nem, ennek egy kis része az más országokban volt, de hát a Szaúdiban volt a nagy része. És ott is vadkempingeztetek? Végig, igen. Itt volt sátrunk. Senki nem mondta, hogy nem lehet. Hát ez jó. Igen, hát volt bennem azért egy kis félelem, főleg így amiatt, hogy ugye itt nincsenek meg azok az emberi jogaim, amik itt Európában így megilletnek. Hát meg ki tudja, hogy ott például hogy működik-e a mobiltelefon az európai kártyával? Ja, azt nem is használtunk. Belépsz egy ilyen, oké, ha bajban vagy, akkor kinek szólsz, és min keresztül? Tehát, hát igen, ezek mind ilyen érdekes kérdések. Vagy te ezekre nem is gondoltál? De gondoltunk, viszont itt tényleg nagyobb volt bennünk a kalandvágy, mint hogy most ezeket túl gondoljuk. És akkor elindultatok ott Szaúd-Arábiában, ahol ti voltatok tulajdonképpen, akkor ezek szerint az elsők, más topposokkal nem is találkoztatok? Nem, egyáltalán nem, más fehérekkel sem. De és ez mit jelent? Már mondtad, hogy nagyon kedvesek voltak, hogy igazából útközben a sofőrrel találkoztok, hogy miben nyilvánul meg a kedvesség, hogy ott megkínáltak ezzel, azzal, megálltatok és meghívtak ebédelni, vagy miben nyilvánul? Minden, amit most elmondtál, az igen, beültünk az autóba, első út az a benzinkútra volt, vagy egy teázóba, azonnal először meghívtak egy ilyen kis chai halibra, egy ilyen teljes teára, ott ez így nagyon népszerű. Ez volt az első, aztán adtak általában egy zsák kaját, meg egy zsák vizet, hogy ez így mindig legyen, mert tényleg azt tartják, hogy amíg így az ő kis területükön vagyunk, addig ők felelnek azért, hogy
semmi hiányunk, ne legyen semmiben. Aztán volt olyan sofőr, aki így Google fordítóval lefordította azt, hogy welcome to your second home. Azt gondolta, hogy akkor ti most oda költöztetek, és ez lett a második otthonatok. Aha. Az is lehet. Meg aztán tényleg nagyon sokan voltak, akik több száz kilométer csak miattunk így megtettek a másik irányba. És olyan volt, hogy mondjuk valaki meghívott magához? Tehát jártatok Szaudi otthonban? Jártunk. Omániban is, Szaudiban is. És az milyen volt? Ahhoz képest mondjuk, milyen egy európai otthon? Egy kicsit talán puritánabb. Nyilván a magasabb beosztású szaudiaknak sokkal cifrább otthonaik vannak, de így a mindennapi embernek ilyen teljesen normális otthona van, tényleg egy kicsit talán puritánabb, nem annyira díszítgeti a lakását, hanem inkább olyan praktikusságra megy rá. És azt ti honnan tudtátok megkülönböztetni, hogy mindennapi szaudi emberrel találkoztok, vagy valami nagyobb fejessel, esetleg gazdag olajmágnással? Aha, hát az autója az egy árulkodó dolog volt. Először találkoztunk, aki bevitt minket az országba. Az valami nagyobb ember lehetett, hatalmas nagy kocsival jött. Benne. De a hatalmas nagy kicsi az mi? Az egy nagy limuzín, egy nagy jeep, vagy egy kamion is nagy kocsi? Egy nagy Ford, egy nagy piros Ford. És benne a fél családja, egy felesége, meg két gyereke. Az egyik felesége? Az egyik három volt neki, igen, és négy lehet. Négy feleségük lehet, igen. De csak akkor, hogyha mindegyiknek... Jó hely! Hát igen, de várjál, még most... még van azért olyan feltétele, hogy mindegyiknek ugyanazt az anyagi biztonságot, és ugyanazt a szeretetet is meg kell adni, a Korán szerint. És neki három volt. Viszont ő szerintem azért eléggé jó pozícióban állt. Aha. De az nem derült ki egyébként, hogy mivel foglalkozik? Tehát mondtad, hogy azért te szereted őket foggatni. Igen. Hogy mindenkitől megkérdezted, hogy mivel foglalkozik, meg hogy milyen körülmények között él, az kiderül ezekből a beszélgetésekből? Kiderülgetnek, viszont egy dolgot azt javítanék benne, hogy én itt nem szólaltam meg. Tehát én nőként itt... Ja, itt az úti társad Marci, ugye? Így van. Tehát itt a férfi itt beszél a férfivel. Én esetleg, hogyha a nő egy kicsit tud angolul, akkor vele beszélgethetek, de a férfiakhoz én nem szólok. És ott az lehetett, hogy te nőként megszólíthattad a nőket? Tehát ott nyitottak voltak a nők, nem féltek tőled? Azért csak úgy finoman nyitottak felém. Meg hát angolul sem nagyon beszélnek sajnos, lehet, hogy most már egyre jobban. De akkor azért nem annyira beszéltek még. Aki beszélt velük, beszélgettünk, megbeszéltük, hogy kinek milyen volt az esküvője. Én is elmondtam, nekem nem baj. De azért elmondtam, igen, legalább valami közös téma. Meg hát azért nagyon vigyáznak, hogy mit mondanak. Figyelj csak, tényleg nem tudjuk elképzelni, akik még nem jártunk ott, szerintem elég sokan vagyunk, hogy milyen ez a világ. Hogy... Én azt gondolom, hogy annyira elnyomottak a nők, meg annyira fontos, hogy ők a gyerekekkel, meg a családdal, meg az otthonnal foglalkoznak, hogy el nem tudom képzelni, hogy mondjuk bengáltok egy benzinkúton, vagy egy teázóban, akkor ott mondjuk a felszolgáló, vagy a pultos, az nő. Dolgoznak ott a nők? Most már igen. Nagyon-nagyon sokat változott az elmúlt 4-5 évben Szaúdi, úgyhogy most már nagyon figyelnek arra, hogy mondjuk a repterekre is nőket rakjanak. Tehát, hogyha beérkezel az országba, akkor általában nők fogadnak, és akkor ez is jelzi azt, hogy... Így van, pontosan. Meg most már azért tényleg lehet nekik dolgozni, meg lehet útlevelük, vezethetnek autót, és ez mind az elmúlt éveknek a fejleményei. Mit tapasztalsz, vagy mit tapasztaltál ott, hogy ennek a fajta változásnak ott örülnek? Hát nyilván a nők azt gondolom, hogy igen, de hogy a férfiak, mert mondtad, hogy azért vegyes, tehát hogy nagyon vegyes és nagyon kettős, igen, és pont emiatt a változás miatt én így azt vettem észre, hogy így még jobban ketté válik a társadalom, vannak a liberálisok, akik nagyon szeretnék a változásokat, és azt látják, hogy ez nagyon jó, és szükség van arra, hogy a nyugati világhoz csatlakozzanak ők is, és van az a rész, aki pedig a nagyon konzervatív, és ők pedig ebben azt látják, hogy behozzák a nyugati, behozzák ezt a romlott nyugati kultúrát, és emiatt pedig még konzervatívabbak lesznek, és még rászorítanak egyet ezekre a sztereotípiákra. Bárolyai Nórával beszélgetünk, kicsit hosszabban időzünk Szaúd-Arábiában. Ha aki most kapcsolódik be, azoknak gyorsan hadd mondjam el, hogy te nagyon fiatalon, 2019-ben, amikor megnyílt Szaúd-Arábia a külföldi turisták előtt, akkor elsőként stoppal, álférjeddel megérkeztél oda. Igaz. És hogy mesélted az utazásaidról, miket lehet ott enni? Mert
én amikor utazom a családdal, akkor mindig az a legfontosabb, úgy nézzük ki, hogy hova megyünk, hogy hol tudunk majd jókat enni. De jól tehát, teszitek. Hogy mindenkinek megvannak a kedvencei, tudjuk, hogy ki mire érzékeny, ki mit nem eszik meg, akkor hova nem szabad menni. Szaúd-Arábiában mit esznek az emberek? Vagy mi az, amit mondjuk te örömmel tudtál fogyasztani? Ez egy érdekes kérdés. Most ugye az elmúlt 10-20 évben szivárok be így a nyugati világ, Amerikába, Szaúd-Arábiába, és nagyon sok emiatt a junk food. Aha. Azt egyébként fogyasztod? Nem, nagyon nem. Hmm. És nem is érzem tőlük magamat annyira jól. Viszont itt mivel bocsánat, csak itt a retróban azt gondolom, hogy nagyon sokaknak el kell mondani, hogy junk food az az, ami a gyors étterem. Gyors étterem. És nyilván nem mondhatunk neveket, de... olyan gyors étterem láncok, akik itt Magyarországon is megjelennek, nyilván Amerikából indulva, a Szaúd-Arábiába is eljutottak. És ott gondolom fogyasztják a szaúdiak. Igen, és nagyon sokszor a nagy cégeknek, nagy márkáknak valami kis gyenge hamisítványa van ott, ami még nagyon gyengébb minőségű, úgyhogy sokszor... Ja, hogy nem is az eredeti, hanem hogy van eredeti is, de van hamisítvány is. Így a semmi közepén általában ilyen kis hamisítványbódék vannak, és ott tényleg azért lehet kikapni nagyon nem finom ételeket. De milyen húst tesznek például? Mert tényleg nem vagyok otthon a szaúdi világban, azt tudom, hogy vannak olyan országok, ahol mondjuk a disznóhús nem fogyasztják. Vannak olyan országok, ahol mondjuk a marhahús nem fogyasztják. Uh-huh. A szaúdiak esznek mindent? Ez egy tevés ország, úgyhogy a tevehúst azt fogyasztják. Azt eszik? Aha, igen. A tevehúsos hamburger például? Tevehúsos hamburger, ilyenről nem hallottam, de ilyen rizses kaják vannak. Aha. Rizses hús, aha. Igen. Nagyon sok az indiai, meg pakisztáni vendégmunkás, és nekik vannak nagyon jó éttermeik. Ja, és akkor oda mentetek, tudtátok. És akkor hogyha mi választhattunk, akkor oda mentünk, de hát azért nagyon sokszor meghívtak tényleg minket a sofőrök, és akkor pedig nem volt más választás. Mint ja, és akkor nem lehet nemet mondani, azt mondod, hogy te nem eszel tevét? Hát nem, én ilyenkor szeretek azért mindent elfogadni. Na és milyen a tevehús? Annyira nem különleges. Vagy nekem így kb. Olyan volt, mint a marha. Uh-huh. És egyébként minden evő vagy? Nagyon változó. Nagyon változó. De lényeg az, hogy nem haltál ilyen Szaúd-Arábiában sem ezek szerint. Nem, még mindig itt vagyok, úgyhogy ez nem történt meg. De tudod, milyenek a magyarok, hogy úgy utazunk, hogy májkrém azért mindig van. Jó. Tehát nálad van valami hazai? Hát mindig? Azért így 3 hétre elvinni valami májkrémet, ez nem annyira szerencsés. A májkrém az mindent kibír, hát háborúkat kibír, ne viccelj. Igen, de hát utakon azért minden evő vagyok. Aha, helyes. Igen. Tehát akkor megkóstoltál minden Szaúd-Arábiában. Arra volt lehetőségetek az álférjeddel, hogy belemenjetek az éjszakába, vagy kipróbáljátok, hogy ott milyen mondjuk elmenni diszkóba? Itt vagy nincs ilyen. Akkor nem volt. Itt nagyon-nagyon visszafogott népség. Hát akkor mit csinálnak péntek este, meg szombat este? Hát kicsit sétálnak a parton, aztán hazamennek. Most már vannak mozik. Aha. Néhány éve. De hogy tényleg egy ilyen nagyon visszafogott, nagyon konzervatív ország. Most nem tudom, mi az aktuális helyzet, én tényleg csak arról tudok beszélni, ami 4-5 évvel ezelőtt volt, uh-huh. amikor tényleg kinyitott az ország, és nagyon sokat változott azóta, úgyhogy lehet, hogy elkezdődtek, meg én is hallottam, hogy vannak most már zenés fesztiválok, meg zenés családból jövök, már az egyik nővéremet hívták is egy szaúdi fesztiválra. Komolyan? Így van, úgyhogy most már tényleg nyitnak. Aztán végül meghiúsult ez a dolog. De hogy most már azért nyitnak e felé, és biztos, hogy lesznek is bulik, fesztiválok, zenei események. A foci nagyon feltört Szaúd-Arábiában. A foci is nagyon feltört, így van. De nem jártál ott foci meccsen? Nem. Nem. Akkor még nem volt ennyire, ennyire népszerű. Még nem játszott ott Ronaldo, így van. Várajai Nórával beszélgetek. Mi volt a legtávolabbi helyszín, ahova eljutottál stoppal? Stoppal? Én azt hiszem, hogy stoppal... Hát, hogyha repülőt, azt én nem tudom, hogy beleszámíthatom-e most így a repülőt. Tehát ezek szerint akkor nem úgy indulsz el, hogy itt Pest határában kiteszed a kezed, és azt mondod, hogy ilyen Szaúd-Arábiába tartok. Hát ott azért lett volna néhány necces határátlépés. Hát igen. Úgyhogy hát Szaúdiba semmiképpen. Aha. Tehát valameddig elmész repülővel, és utána onnan vissza tovább az utas stoppa. Igen, vagy pedig, hogyha ide megyek a környező országokba, akkor itt kirakom az M7-es felhajtóra az ujjamat, aztán meg magamat is, és akkor úgy. Úgy. De hát, hogyha távolabbi tényleg, hogyha mondjuk Ázsiát nézzük, akkor oda nyilván az ember kirepül. Igen, mondtad, hogy Ázsiát nagyon szereted, vagy a Közel-Keletet nagyon szereted. Igen, inkább az a... Tehát, amit az előbb elmeséltél, az a Közel-Keleti túra, azon kívül voltál még ott más alkalommal is? Volt egy ilyen Izrael-Palesztin út, az még egy évvel korábban, tehát az most már 5 évvel ezelőtt. Mondjuk az sosem volt annyira biztonságos környék. Nem,
Nem, egyáltalán nem, de téged ott is... Téged ez a veszély, úgy látom. Ezt jól látom. De oda mész, ahol van valami adrenalin. Hát ahol van miért oda menni, igen. És volt? És volt, abszolút. Tényleg mentünk olyan helyekre, ahol... Ott sem egyedül voltál ezek szerint. Nem, ott ugyanezzel a fiúval. Aha. És tényleg mentünk olyan helyekre, ahol aktuális frontvonal volt. Nem a katonák lőttek egymásra, de ott voltak a palesztinok, ott voltak az izraeliek egy városban, egymáshoz nagyon közel, és mindennaposak voltak az atrocitások. És ti kiáltottak az út szélére ott is. Abszolút, igen. De annyira kedvesek tényleg ezek az emberek, és arra ébredtünk mi is ott rá, hogy így a mindennapi ember azt nem a háborút szeretné. Tehát ott ugyanez, nyilván ott megvan a két hadsereg, meg megvannak a szélsőségesek, de mondjuk ha egy palesztin felvesz, és azt mondjátok neki, hogy ti Izraelbe mentek, akkor nem lök ki az autóból. Nem. Elvisz addig, ameddig elmehet, igen. Pontosan. És ugyanez fordítva is igaz. És ugyanez fordítva, nyilván tényleg ott is vannak szélsőségek, meg ezt szeretem tényleg még egy a Szaudinál is kiemelni, hogy ott is vannak szélsőségek, Izraelben is vannak szélsőségek, Palesztinában is vannak szélsőségek, Magyarországon is vannak szélsőségek, tényleg Európában is, hát hány ilyen erőszakos párkapcsolati, igen, vagy családon belüli erőszakról hallunk. Úgyhogy ez igazából ugyanaz, csak nyilván, hogyha oda van téve, hogy szaudi, vagy arab, vagy muszlim, vagy iszlám, akkor az ember akkor rögtön mondja. Mert még nem jártunk ott. De igen. Aha. Igen. Soha nem kerültél bajba? Most nehogy valaki azt gondolja, hogy az arab világra gondolok, meg a Közel-Keletre, bárhol, soha nem kerültél bajba? Olyan valamiből nem tudtam volna kikerülni, olyanban nem. De voltak, nyilván találkoztál olyannal, aki mondjuk többet akart annál, mint hogy elvigyen A-ból B-be. Igen, de ezeket meg lehet tanulni, lekezelni. Én ettől félnék legjobban, ha a lányom lennél. Aha. Teljesen megértem. Tényleg meg lehet tanulni, hogy ezeket az embereket hogyan lehet így teljesen letekerni. És mondjuk meg is lehet már ismerni, tehát amikor megáll valaki, és már ahogy rád néz, meg az első kérdés, meg a hangja, bármi, tehát lehet, már felméred lehet, egy lehet. Aha, igen, abszolút. Tényleg ez így jó emberismerővé tesz az, hogyha az ember sokat stoppol, és mindenféle nemzet emberét megismeri a legrosszabb anyagi helyzetben élőtől a legjobb anyagi helyzetben élőig, és azért így rá lehet érezni. Meg így az ember kisugárzása az nagyon sokat elmond róla. Amikor utazol, akkor mondtad, a legerején ezzel kezdtük, hogy te szeretsz megismerni embereket, de nyilván mindig van egy úti cél. Az van? Tehát mindig van? Azt mondod, hogy eljutok Stockholmig, és akkor közben megismerem az embereket. Vagy azt mondod, hogy oké, megismerem az embereket, azt meglátom, hogy hova lyukadok ki. Ez is nagyon változó. Van olyan, hogy van úti cél, van olyan, hogy nincs úti cél. Van olyan, hogy még az országokat se tudom, hogy minek akarok keresztül menni. Jellemzően mikor utazol? Tehát van-e olyan, mit tudom, hogy csak nyáron, csak tavasszal, csak télen nincs ilyen? Most már inkább télen, mert zöldségtermesztésben dolgozom, egy kis ökogazdaságban, aztán a szezon ugye tart február-márciustól október-novemberig, bár télen is van mit csinálni, de hogy az a főszezon, meg esküvőkön vagyok, fotós és videós, az is nyáron van, viszont a telem az így szabad, és akkor lehet menni bármi melegebb területre. Tehát esküvőkön fotózol? Igen. Hihetetlen, hogy te tényleg az emberek közelében vagy folyamatosan. Tehát ott vagy a legfontosabb pillanataikban. Uh-huh. Ezt jól fogalmazod, igen. És ráadásul belelátsz a legmélyebb titkaikba, mert valószínűleg aki felvesz és tudja, hogy téged most lát először és utoljára, olyan dolgokat is elmond, amit lehet, hogy soha senki másnak nem mondaná el. Pont ez a lényeg, így van. És nagyon sok minden így vissza is jön néha. Amikor... És ilyenkor te is mesélsz? Tőled is kérdeznek? Én igyekszem nem. Tehát én magamról így nem annyira szeretek beszélni. Hogyha nagyon kérdeznek, akkor persze válaszolok ezt, de szeretem így a fókuszt azt rájuk tenni. Bárhogy Nóra a vendégem, hihetetlen, kell egy kis bulvár. Nem, csak kíváncsi vagyok, egy ember, aki tulajdonképpen dolgozik, most elárultad, hogy ilyen zöldségtermesztéssel foglalkozol, fotózol esküvőkön, de amikor csak teheted és van szabadidőd, akkor kiállsz az útszélére, kirakod a kezed és mész. Nehéz azt elképzelni, hogy mondjuk ezt egy ilyen normálisan és jól működő párkapcsolatban ez bárki örömmel nézné, ha csak nem találsz olyat, aki szívesen megy veled. Így van. Volt olyan, hogy olyan párkapcsolatban voltam, hogy a másik fél is ugyanebben volt, és nagyon szívesen csináltuk közösen, de hogyha, hát nyilván, hogyha most lenne párkapcsolatom, akkor ez azért nem annyira egyszerűen kivitelezhető, hogy az ember eltűnik 1-2-3 hónapra. De nem lehet, hogy azért nincs párkapcsolatod, mert eltűnsz 2-3 hónapra? Nagyon más vizekre elveszünk. Hát nem, csak kíváncsi vagyok tényleg, hogy te boldog ember vagy így, hogy utazhatsz, de közben meg akkor ezek szerint a magánéleted nem olyan, mint átlagosan a 26 éves lányoké. Igen, ez igazából sosem volt nálam egy ilyen nagy központi téma, így a párkapcsolat.
és úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretek tényleg egyedül lenni, ahogy látszik is, hogy azért nagyon sok időt töltök egyedül, és hogy van egy ilyen elvem, hogyha valakivel jobb, mint egyedül, akkor azzal szívesen, szívesen megyek tovább. Viszont, hogyha nem, akkor sajnos. Nekem ez így jobb. De nyilván a mindenkori kapcsolataidnak azért abban vagy részt kell vennie, vagy el kell fogadnia, hogy te mész. Igen, meg azért én is kezdek lenyugodni. Tehát én is érzem magamon, hogy hát én most már mondjuk nem... Hogy mentél eleget? Igen, kicsit azt is érzem, hogy most azért meg megyek ide-oda, de hogy nagyon élvezem tényleg így a mindennapokat is, meg a rutint, meg hogy fel kellni ugyanabban az időben, korán kelni, edzeni, dolgozni. Mit edzel? Mikor mit? Most éppen gyúrok. És tartasz előadásokat? Így van. Ez milyen időközönként, vagy milyen sűrűn jut lehetőséged erre? Hogyha így átlagban nézem, akkor így havonta egy darabot tartok. Most a következő nyilvános, az Budapesten itt lesz június 5-én, az Iszonban. Ez egy szerda este, azt hiszem, este 7-kor. Úgyhogy ez a Szaúdi útról fog szólni. Aha. Az a 3 órás előadás. De a visszajelzések alapján még tovább is hallgatták volna, mint 3 óra, úgyhogy ne féljenek az emberek a 3 órás hoztól. De várj, ez a 3 óra, ez olyan, hogy te ott kiállsz, kiülsz és mesélsz? Így van, pontosan. Fotók, videók? Fotók vannak, sztorik, határátlépős sztorik, necces sztorik, rendőrös sztorik, vadkempinges, toppolós sztorik. Rendőrös sztorikai? Rendőrös sztorik. Mert hogy van olyan, ahol mondjuk nem lehet stoppolni, és mégis toppolsz, vagy nem lehet aludni, és mégis ott alszol? Hát igen, vagy valami kis félreértés történik. Na, egyet akkor mondj, milyen félreértés történhet így útközben? Hát például, hogy nem ismerik azt a fogalmat, hogy stoppolás, és segíteni akarnak. Ki akarnak minket menteni abból a helyzetből, hogy ott állunk a sivatag közepén, és nincsen autónk. Ja, és elvisznek a rendőrösre. Hát nem, hanem stoppolnak helyettünk. Ja, hát ez tök jó. Igen, és utána pedig nagyon büszkék magukra, hogy kimentettek minket ebből a szörnyűséges helyzetből. Hát akkor egyszerűen rendőr egyenruhában kell stoppolni. Nem is rossz ötlet, akkor biztos, hogy felvennének. Csak nem biztos, hogy megnyílnának. Igen, hát már óvatosabban beszél az ember. Na térjünk vissza ezekre az előadásokra, hogy ilyenkor, amikor előadsz, akkor nyilván elmeséled a sztorit. És valószínűleg többször volt már, hogy mindig ugyanúgy meséled, vagy ezt ki kell színezned, vagy a közönség befolyásolja, hogy hogyan meséled? Igen, nyilván az aznapi hangulatom is egy picit befolyásolja, hogy melyik részét emelem ki, valamikor sokkal praktikusabb dolgokat emelek ki, valamikor egy ilyen lelki folyamatot. Aztán a közönség is nagyban befolyásolja, vannak kicsit visszafogottabb közönségek, vannak akiknek be nem áll a szája, és ezt jó értelemben mondom, mert imádom, hogyha kérdeznek. És miket akkor pedig... kérdeznek jellemzően? Mire leginkább? Mire kíváncsiak leginkább? 4 feleség témakör az nagyon-nagyon erősen elő szokott jönni, tehát ott tényleg volt egy előadás, amikor... Férfiak vagy a nők kérdeznek erre rá? Főleg a nők talán. Volt egy olyan előadás, ahol fél órán keresztül jöttek a kérdések előadás közepén, a 4 feleséggel kapcsolatban. Úgyhogy ott azért tényleg azt éreztem, hogy na ez... Ezért vagyok itt igazából. És ilyenkor te minden kérdésre tudsz válaszolni? Tehát, hogy annyira sokat beszélgettél ott a szaudiakkal, hogy úgy érzed, hogy az itthoniak kérdésére kielégítően tudsz válaszolni? Olyanokat kérdeztek eddig, amire kielégítően tudtam válaszolni, igen. És egy-egy ilyen előadás alkalmával az úgy tipizálható, hogy ki kíváncsiak rád, vagy ki kíváncsiak a történeteidre? Tehát milyen közönségnek adsz elő? Vegyes. A nők azt hiszem többségben vannak, de nagyon vegyes. Most már főként van egy pici hirdetés az előadáson, és teljesen ismeretlenek jönnek, tehát most már nincsen tele ismerőssel a nézőt. Hát az első kettőt azt úgy csináltam, hogy az ismerősöknek hirdettem meg, és akkor kb. Mindenkit ismertem. De most már tényleg elugrottunk egy olyan szintre, hogy már így tényleg nagyon-nagyon sok ember az, aki érdeklődik a történet iránt. Kalandvágyók szintén? Kalandvágyók szintén, igen, vagy pedig akiknek még egy utolsó lökés hiányzik ahhoz, hogy esetleg elinduljanak, vagy belevágjanak valami olyanba, amire vágynak. És találkoztál már olyannal, akinek mondjuk meséltél, akár előadáson, akár magánemberként, egy kávé, egy sör, vagy bármi mellett, és te adtad neki a lökést? Jaj, persze. Persze, ez egy kis misszióm is, meg néha ilyen videóhívásban is még így bátorítom az embereket. Tehát van, hogy felhívnak, és akkor kikérdeznek mindenről. Vagy pedig tényleg csak az fontos nekik, hogy egy olyan emberrel beszélgessenek, aki ezeket a gondolataikat nem elítéli, és nem azt mondja, hogy menj vissza az egyetemre, hanem kicsit bátorítja így a szabad lelkűséget.
Azt mondtad, hogy Európán belül is szoktál utazni, mondjuk jársz nyaralni, tehát így mint ahogy mások nyaralni, és oda stoppal mész? Nyaralás, az igazából nekem inkább így a család jut eszembe, hogyha nyaralásról beszélünk, így évente pár napot tudunk összehozni, mindenki vállalkozó, és akkor így mindenkinek általában tele a naptárja, de szeretünk azért összehozni 3-4 napot, amikor tényleg összejövünk, és akkor csak együtt vagyunk. És ez hol itt valakinek az otthonában, vagy a szülői házban? Vagy hát elmetek? Már túl sokan vagyunk, hogy egy pici lakásban elférjünk, elmegyünk valami távolabbi helyre. Horvátországot még szeretjük, oda is néha-néha kijutunk, nem minden évben. De akkor te stoppolsz? Többiek mennek nem, autóval, de vonattal? Hogy is, azért tudok igyekszem így azért becsatlakozni a társaságba. Nyilván van olyan, hogy mondjuk reggel úgy érzem, és én felkelek 6-kor, és akkor nekivágok a mellettünk levő hegynek, és akkor felmegyek rá, aztán meg lestoppolok, és beugrom a tengerbe, és akkor találkozom reggelinél a többiekkel. De azért igyekszem beleolvadni a közösségnek a menetébe. Neked van jogosítványod? Van. Autód is van? Autóm nincsen, és motort vezetek inkább külföldön. És oda fel tudsz venni stoppost, ha úgy alakul? Sajnos nincsen így saját motorom, külföldön pedig, amikor motoroztam, akkor nem találkoztam stopposokkal, de amúgy erre ráéreztem, mert nagy vágyam, hogy motorral felvegyek stopposokat. Ahhoz kell mindig egy plusz bukósisak. Plusz bukósisak, igen. Meg az kell, hogy ők egyedül legyenek. Uh-huh. Nem, nyilván. Igen. Vagy oldalkocsis. Igen, vagy valaki a nyakamba ül. Igen, ez egy érdekes dolog. Én nagyon, amit meséltem az elején, hogy én elég sokat stoppoltam, és amikor nagyon sokat álltam, és nem tettem meg nagyon nagy távolságokat, tehát mondjuk Veszprém, Budapest, Szekszárd, Budapest, Szekszárd, Veszprém, tehát így ez a háromszög volt, amit így jártam körbe, és voltak, hogy órákig álltam az útszélén, és mindig azt mondtam, ha nekem egyszer autóm és jogosítványom lesz, akkor én minden stoppost fel fogok venni. Hát akkor majd remélem találkozunk az utakon is. És az az érdekes, hogy nem nagyon látok stopposokat. Nincsen már annyira. Ez de lehet, hogy azért, mert főleg autópályán közlekedem, ott meg nem lehet. Bár a benzinkúton lehetne. Aha. Tehát ott azért én sokat vagyok autópályákon a benzinkúton, de hát nagyon kopik ki a kultúra, kopik a bizalom, és teljesen érthető módon mindenhonnan azt kapjuk, hogy ne bízunk meg másokba, az emberek veszélyesek, megerőszakolnak, megölnek, stb. Velem egyik se történt, meg pedig sok száz autóba beültem már. És nem tudom, én azért tényleg azt tartom, hogy így, amit az ember kisugároz, az visszakapja. Tökre megértem azt is, hogyha valaki szerencsének tartja azt, hogy velem eddig nem történt semmi baj. Ez tényleg mindenkinek a szívére bízom. Igen. Leginkább attól, nyilván nem attól félnék, hogy mint a stopposként sem attól féltem, hogy valami bajom lesz, hanem én leginkább attól tartanék, hogy mi van, hogy mondjuk higiéniai szempontból nem megfelelő az én autómban. Aha. És mi van, nem jó fej. Tehát akkor 3 kilométer után azt mondom, hogy ne haragudj, mégsem, és akkor kiraklak itt. Tehát volt ilyen veled? Hogy ne haragudj, én mégsem veled képzelem a következő kilométereimet. Volt olyan, volt egy nagyon-nagyon rasszista kamionsofőr, ott úgy, ahogy voltam, kiszálltam. Ja, hogy te mondtad neki, hogy figyelj, most álljunk meg. Ja, igen, nekem még nem mondták. És akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor menjek. Igen, elfogadta. Nem, lehet, hogy aztán rám is anyázott, nem csak de hogy, másokra. De hogy meg is mondtad neki, hogy az van, hogy te rasszista vagy, és én nem akarok utazni? Nem, ilyen kerekperec, nem mondtam ki. Azt mondtam, hogy nem tudom, valami béna indokot kitaláltam. Hogy mégsem arra megyek. Igen, hanem más irányba. Mi a következő úti cél? Van még? Van-e még vágy benned, hogy hova jutnál el stoppal? Van is, meg nincs is. Igazából most jöttem haza egy hosszabb útból, úgyhogy most... Hol voltál? Most Ázsiában voltam. Vietnámban, Kambodzsában, Tájföldön és egy picit Indiában. De mindezt megint stoppal? Nem stoppal, mind. Itt egy kicsit stoppoltam csak Vietnámban, de aztán, mivel nem beszéljük egymás nyelvét, így ez egy kicsit jobban zavar, mert azért ennek nagy bónusza számomra, hogy beszélgethetek a sofőrrel, de az, hogy oda beülök hátra, és csak ott utazom, az olyan... És az egyedül annyira... voltál? Itt teljesen egyedül. Én itt főleg motoroztam, itt az a legjobb. De hát nyilván nem innen vittél motort, hanem ott béreltél. Ott béreltem, igen, ott a hegyek között, úgyhogy az nagyon csodálatos volt. Azért ez egy bátor dolog, hogy nőként, fiatal lányként, ráadásul mutatós lányként így belevágni a nagyvilágba, de hát ez tök jó, hogy
mindaz a sztereotípia, ami él az én fejemben a férfiakról, hogy mi jut eszükbe rólad, az ezek szerint veled nem történt meg. Nem, azért ez egy tök jó dolog. Ez tényleg nagyon jó dolog. Van hitem a világban megint. Jaj, de örül, bár megértem azt eljönni. És nagyon sokan tényleg, akik felvesznek, azt mondják, hogy ők azért vesznek fel, hogy megmentsenek a rossz emberektől. De hogy így rossz emberekkel meg nem találkoztam. Ha. És aki pedig társadalom által megbélyegzett rossz ember, mert olyan is vett föl, ő pedig a végén azt mondta, hogy bármi gond van, nyugodtan hívjam bármikor. Társadalom által megbélyegzett rossz ember vett fel? Vett föl, igen. És ő elmondta, hogy ő egy ilyen rossz ember? Hogy börtönből szabadult, és elmondta, hogy miért? Éppen akkor ment a börtönbe. Tehát éppen tárgyalásai voltak, és nem sokkal később le is csukták. Nem szeretnék neveket mondani, de... De ez itt volt Magyarországon? Ez itt volt Magyarországon, igen. És azért nem mondod a nevét, mert ismerhetem? Biztos, hogy ismered. Na most nem fogsz aludni egész éjjel. A francba pont véget ért a De tényleg. Hát figyelj, nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél. Hát én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Várjai Nóra volt a vendég. További jó utat. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Szia. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.